A mai nappal bejelentettük Magyarország mesterséges intelligencia stratégiáját, ezt ma már mindenki elolvashatja az ai-hungary.com weboldalon. Egy nagyon fontos mérföldkő ez a gazdaság fejlődése szempontjából, hiszen olyan célokat vázoltunk föl, amelyek 2030-ig szólnak, és 2025-ig szóló intézkedési terveket jelöltünk meg. Nagyon fontos cél az, hogy a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségeket a gazdaság növekedésére tudjuk fordítani, illetve olyan alkalmazások szülessenek, amelyek az emberek jólétét szolgálhatják. Ebben a stratégiában arról gondolkodtunk, hogy a világban végbemenő változásokat, illetve azt a képességet, amit ez a technológia jelent, hogyan lehet az emberek javára, Magyarország gazdasága és társadalma számára fordítani. Meghatároztunk ebben olyan célokat, amelyek számszerűek, például a mesterséges intelligencia segítségével 15%-kal növekedjen a GDP Magyarországon, továbbá a hazai KKV szektor termelékenysége 26%-kal növekedjen, és legalább 1 millió embernek legyen olyan munkaköre, ahol aktívan használja a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségeket. Elemzéseinkben rámutattunk arra, hogy nagyon nagy hatást gyakorol a munkaerőpiacra mesterséges intelligencia alkalmazások megjelenése, ezért is kiemelten fontos cél, hogy ezekre időben felkészüljünk, felkészítsük az oktatási rendszert, felkészítsük azokat az állami intézményeket, amelyek biztosítják a jövő szakember utánpótlását, és olyan programokat tudunk elindítani, amelyek, ahogy az előbb is említettem, az emberek mindennapi életét alapvetően befolyásolják. Olyan keretrendszert hoztunk létre, amelyben az értéklánc elemei, a kutatásfejlesztés, az adatvagyonnal való gazdálkodás, illetve az alkalmazások fejlesztése, piacra vitele minél hamarabb megtörténjen. Intézményeket is definiáltunk. Ezek elsősorban a technológia kutatás fejlesztését jelentik, a mesterséges intelligencia nemzeti laboratórium létrehozása, következő a mesterséges intelligencia innovációs központnak a létrehozása, amely segíti a kis- és középvállalkozásokat abban, hogy megismerjék a technológiában rejlő lehetőséget, alkalmazzák azt, kísérletezzenek velük. A mesterséges intelligencia nemzeti laboratórium pedig kutatásfejlesztési alap és alkalmazott kutatási területeket céloznak meg, olyan területeket, amelyekben Magyarország már eredendően jó, és az itt folyó kutatások világszínvonalat képviselnek. Ezeket szeretnénk keretezetten konkrét programok, konkrét projektek, konkrét modelleken keresztül folyamatosan bemutatni, és a piacról, a gazdaságból érkező igényeken keresztül olyan alkalmazott kutatási projekteket indítani, amelyeknek a gazdasági hasznosulása rövid távon is elképzelhető.